Alsó Némedin kezdte országjárását az Agrárminisztérium, ahol Nagy István agrárminiszter bejelentette, a kormány megháromszorozza az eddigi mezőgazdasági források nagyságát. A sajtótájékoztatón elhangzott, a pandémia alatt a mezőgazdaság stratégiai ágazattá vált, mert ez nem alkalmas a home office-ra, hiszen az állatokat meg kell etetni, a földet pedig meg kell művelni. Köszönöm szépen az Agrárkamarának és megyei vezetőjének, hogy ezt a mai találkozót megszervezte itt a térségben élő gazdákkal. Hadd mondjak el egy picit tréfás történetet. Pár nappal ezelőtt miniszter úrral találkoztunk frakcióülésen, ahol boldogan köszöntöttem, és mondom neki, hogy jaj, de jó, hogy tudom, hogy jössz hozzánk a választókerületbe. Azt mondja, igen, azt mondja, valami olyan helyszín van kijelölve, hogy szinte a 22. kerületbe megyek, egy agrárországjáráson nem is értem. Persze az eredeti helyszín, ami tervezett az Agrárkamara, az a Dunaharaszti központja az Agrárkamarának, ahol egyébként egy csinos irodaépületük van, megfelelő adminisztrációval, a falugazdászokkal, a gazdák egyébként ismerik, mert ott intézik az ügyeiket, de hát mégiscsak a Coca-Cola háta mögött a város szélén van, tehát valóban majdnem a 22. kerület, és mondtam, hogy de miniszter úr, nyugodj meg, én már tettem lépéseket a kollégáid felé, hogy vigyük ezt be a faluba, Alsó-Némedire, ami mégiscsak egy, itt az ősök génjeiben, meg a itt lakókban is, ma is benne van még az agrárgazdálkodás, úgy is emlegetik ezt a falut, meg a környéket, Bugyi nagyközséget is, vagy Ócsát, mint Budapest éléskamrája. Itt nem több száz holdas búzamezők vannak, repcetáblák és napraforgó, hanem olyan családi gazdálkodók vannak, akik burgonyát, zöldségfajtákat, répát, karalábét, káposztát termelnek. A vecsési savanyítók is egyébként jó esetben innen vásárolják a káposztát, mint alapanyagot, rosszabb esetben szlovák vagy lengyel termékkel dolgoznak, azt szeretjük kevésbé. Szóval itt Alsó-Némedin még van 150 család egyébként, aki ebből él, és a legtöbb családnak van kötődése ehhez, és ami nagyon fontos még, hogy ha itt kimegy valaki a falu szélére, akkor, és megkérdezi, hogy kik szántanak ott, akkor nem az a válasz, hogy valamilyen KFT, hanem pontosan tudják, hogy azok a tüskéjék, a szarkájék, vagy a józanék, tehát itt azokon a 20-30 vagy 10 hektárokon, ahol folyik a kertészet, az alapvetően egy családi gazdálkodók, úgyhogy miniszter úr jó helyre érkezt, és nagyon szépen köszönjük a látogatásodat. Páncél Károly országgyűlési képviselő azt mondta, a mezőgazdaságban van perspektíva, hiszen a források megháromszorozása jelentős segítséget nyújt az őstermelőknek. Ugye az azért ez egy nehéz szakma, hiszen ha nincs tavasszal fagy, akkor egész biztos, hogy nyáron aszály van. Az osztrák burgonya földekkel szemben itt nálunk legalább 15-25 napot öntözni is kell, tehát ez drágítja a termelést, de én azt gondolom, hogy az elmúlt évek tárgyalásai során, amit pont Nagy István miniszter úr végzett el Brüsszelben, el tudjuk mondani azt, hogy meg tudjuk háromszorozni a vidék támogatását, vidékfejlesztési programok támogatását, a gazdák támogatását, hiszen Brüsszel nem csak emelt a támogatásokon, hanem ahhoz is hozzájárult, hogy a nemzeti forrás, amivel ezt ki lehet egészíteni, az is megháromszorozódott. Fontos ez egyrészt azért, hogy ezek a családok továbbra is vigyék a gazdálkodást, megmaradjon a vidéknek ez a megtartó ereje és ez a mezőgazdasági jellege. És nagyon fontos az, hogy egészséges élelmiszerek kerüljenek a magyarok asztalára, és külön köszönet egyébként a gazdáknak, hogy itt volt mögöttünk egy pandémia, és a járvány alatt nagyon-nagyon sok minden leállt, de ők mégis képesek voltak egészséges termékekkel ellátni az üzleteket, a kiskereskedelmet, gyakorlatilag az asztalunkat. Köszönet ezért nekik érte. Nagy István miniszter tájékoztatójában kiemelte az öntözés fontosságát. Hiszen öntözés nélkül biztonsággal gazdálkodni nagyon nehéz. A nehézséget a következő okozza. Az Európai Unió egyszerűen nem akarja elfogadni, hogy talajvízből, rétegvízből öntözhessünk. Ő csak ahhoz akar hozzájárulni, hogy hogyan tudunk a folyóink vizéből, a fölöslegből öntözni. Ez nekünk is erre át kell állnunk. Gazdálkodnunk kell a vízzel. Azaz, amikor bővíz van, akkor
tározókat kell létrehoznunk, és ebbe a tározóba be kell tározzuk a vizet. Mert az ivóvízvédelem az bizony ezekben az aszályos években is, időszakokban is, ez bizony nagyon komoly kihívás a jövő generációja szempontjából. Ezért óvnunk is kell az ivóvizet. És én azt remélem, hogy megfelelő tervekkel lehetővé tettük azt, hogy egyszerűsödjenek ezek az engedélyek, minden forrást akár a tervezéshez, akár a műszaki megoldásokhoz biztosítunk az öntözési közösségek számára is. Arra biztatok mindenkit, hogy ne egyen-egyenként ruházzanak be, mert ez nagyon költséges, hanem alkossanak öntözési közösséget, és az öntözési közösségnek a működését még 90%-os indemnitással támogatni tudjuk. Tehát olyan lehetőség, amivel élni kell, mert ezzel a versenyképességüket tudjuk javítani. Az országban működnek a líder egyesületek. A helyi szerveződések mindig nagyobb és pontosabb rálátással bírnak a helyi igényekre, mint a központi kormányzat, ezért indokolt a további fenntartásuk. Én bevallom, én nagyon líder párti vagyok, mert látom az én térségemben is, hogy olyan kérdésekkel tudnak foglalkozni, olyan támogatásokat tudnak nyújtani, ami nem éri el az országos ingerküszöböt, hanem a helyiek tudják, hogy mi kell helyben. És én ezért nagyon maximálisan támogatom őket. Jól is tudnak működni egyes helyeken. És én nagyon remélem azt, hogy hiszen itt helyismeret van. Tehát akkor, amikor beérkezik a helyből a pályázatigény, a helyiek rögtön tudják, hogy az szükséges, nem szükséges, és tudják támogatni, vagy elutasítani. És ezek azok, amelyek hiába kicsik, hiszen itt pár millió forintról beszélünk, 3 millióról, 5 millióról, 8 millióról maximum beszélünk egy-egy ilyen pályázatnál, amikor beérkezik és meg akarják valósulni. De egy család megélhetésében, egy család jövőjének biztosításában végtelenül fontos. És itt nem csak mezőgazdasági pályázatok vannak, hanem természetesen sokkal szélesebb spektrumú a lídernek a lehetősége. Én nagyon bízom benne, tehát amit nálunk van, azt tervezzük, továbbra is megfelelő mértékben működni fog. Az ukrán-orosz konfliktus kapcsán a miniszter kitért arra, hogy Magyarországnak elemi érdeke a háború elkerülése. Egy esetleges ukrán blokád a magyar mezőgazdaságot nem feltétlenül érinteni hátrányosan, hiszen az ország többnyire önellátó, köszönhetően az alsónémediekhez hasonló gazdálkodóknak. A háború az mindig borzalmas. Áldozatokkal jár, óriási károkkal jár együtt. Magyarország abszolút érdeke az, hogy béke legyen. Hiszen a békében tudunk növekedni, békében tudunk fejlődni, békében tudunk boldogulni. Ha háború van, az mindent újraír. Mert akkor föl kell készülnünk arra, hogy bizony érkeznek hozzánk olyan károsultak, menekültek Ukrajna területéről, akiket be kell fogadnunk, akit támogatnunk kell, akit segítenünk kell, és bizony ez akár százezres, vagy netán még milliós nagyságrendű is lehet. Isten óvjon bennünket attól, hogy ilyen mértékű probléma lépjen föl. Minden idegszálunkkal arra kell törekedni, hogy béke legyen a két ország között. Ugye Magyarország több mint 20 millió ember ellátására képes. Soha nem is fogunk tudni versenyezni mondjuk az ukrán csernoziummal, amiben is mondjuk 10 000 hektár van egybe, és úgy termesztenek gabonát. Annak a jövedelem viszonyai egészen mások. Magyarországnak nem a gabonatermesztésre kell afelé mozdulni. Így is termelünk magunknak bőségi eleget, 2-2,5 millió tonnát exportálni is tudunk minden esztendőben. Magyarország jövője pontosan itt látszik a Alsó-Nébediben. Nem véletlenül kezdjük itt az országjárást, hiszen egy minta, mert hogyan lehet egy hektár termőföldből a lehető legmagasabb jövedelmet biztosítani? Hát pontosan szántóföldi zöldségnövénnyel, vagy szántóföldi kertészeti kultúrával. Ez az, amit itt Alsó-Nébediben és a környező településeken tudnak. Kialakultak a termesztési viszonyok, kialakult az a fajta szortiment, amit előállítanak, látszik idejönnek a multik a raktáráruházaikkal, hogy rögtön föl is tudják vásárolni, tehát van egy biztos háttér az egészben, és hát Budapest éléskamrája. Tehát egy nagyon jó meglátással vannak az emberek arra, hogy bizony itt az agráriumból hosszú távon meg lehet élni. És az az igazság, hogy ahogy haladunk előre az idővel, egyre jobban meg lehet majd belőle élni, mert egyre inkább szükség lesz kiváló minőségi élelmiszerre, egyre inkább meg is hajlandók fizetni az emberek a kiváló minőségi élelmiszert, ez pedig egy nagyon jó jövőkép az itt élő emberek számára.